amikor volt tavaly az otthon, édes otthon kiállításom, akkor azért adtam ezt a címet, mert amiket felfűztem, különböző témákat, volt csendélet, voltak ezek a figurák, ilyen mozgásos érzelmi, mert kifejező figurák, meg voltak ezek a kis rajzok, amik szintén egyébként javarészt figurák voltak. Akkor azt gondoltam, hogy a tér, amiben ezt el lehet helyezni, vagy az a játéktér, ahol ezek a tárgyak vagy emberek előfordulatnak, az egy otthon. Tehát ugye igazából csak a teret akartam ezzel lehatárolni, hogy ez a keret, mondjuk, amiben ez a játék zajlik. Hát ez ironikus is volt ez a cím, vagy szóval ilyen kétélű, mert ugyanúgy, mint a, mondjuk a rózsaszín a képeimen. Tehát, hogy azért itt az érzelmi skála az nem ez a biztos megengedő légkör, hanem szerintem annak az érem másik oldaláról is voltak dolgok ebben a térben. Tehát ez az édes veszővel, az pont ezt a két oldalú dolgot akarta jelenteni. Kapában volt a performanszom, az előhívás, ami most volt egy pár hónapja. Ott egy fordított folyamatot akartam megmutatni, az volt a cím, hogy előhívás, de igazából egy képet először eltüntettem, amíg ott volt a közönség, és azt vette milyen timelapse-el a kamera, és akkor lejátszottuk föl, visszafelé, és akkor végül is kijöttek a színek, meg így kiragyogott, tehát olyan volt, mint egy előhívás. Kémia. Szóval az is ilyen kísérletezős dolog. Az ERSZ Múzeumban lévő kiállításomnak, aminek az volt a cím, hogy a tengerpartra, azért adtam ezt a címet, mert amikor elkezdtem tervezni a kiállítást, akkor Pilinszkinek ez a pársoros verse jutott rögtön az eszembe. De egy ilyen, igazából ez egy megfogalmazás, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak rá, ez egy kulcs, ami nem nyit semmit. Tehát én ezt kitaláltam, hogy ezt a mottót én szeretném, mert ez szép, és nekem valami miatt ez fontos volt. De az a vezetett útvonal, vagy az a ahogy én a tereket meg a munkáimat fölfűztem, az én szerintem lehetőséget adott a nézőknek arra, hogy egy ilyen belső, nem tudom, utazást tegyenek saját magukon belül. És hát végül is szimbolikusan akkor mindenki a kiállítás végén ott abba a piros szobába kiülhetett a saját tengerpartjára, de szóval ennél direktebben nem kapcsolódik a kiállítás címe sem, meg ez az idézet sem a munkáimhoz. Ez érdekelt engem, ez a léptékváltás ezekbe a képekbe. Mondjuk a DNS lánc, hogy ez egy összehajtogatott valami, az olyan, mint egy origami. És akkor ez, ami kibomlik az információ, addig ez kihajtogatod. És az a kicsi ízé, az sokkal nagyobb lesz, mint ami volt. És ugyanígy egy ilyen csendéletben is szerintem érdekes az, hogy most egy levelet nem, amelyik mondjuk 1 centi vagy 1/2 centi, azt megfestesz 30 centibe, akkor az alatt valamivel ki kell töltened azt az űrt, vagy nem űrt, de szóval oda plusz információkat kell betenned, ami a valóságban nincs, vagy szabad szemmel nem látható. Ez foglalkoztatott engem akkor, amikor ezeket a csendéleteket festettem, hogy ugye minden, ez a tömörítés és annak a kicsomagolása, ez szerintem a mai kultúránknak az egyik alapja, hogy az információt azt egy pillanatban nagyon kicsire össze kell tömöríteni, és utána azt ki kell nyitni. Ugye el lehet mondani picibe egy-két dologgal valami nagyon érdekeset, meg túl lehet beszélni egy nagy térben is a dolgokkal. Tehát egyik térből a másikba át lehetett járni. Ilyen belső utazást megtervezhettem. Minek a saját utazásán vett részt ezen a kiállításon. Tehát ez egy tudatosan, ahogy így összeraktam ezeket a termeket, ez mint hogyha magadon belül is épp a közepénél járnánk, akkor ott a szíve. És hát mindenki azt hozza, vagy amikor egy ilyen semmi nincs a térbe, csak te magad vagy, akkor azért a saját, hogy hívják, odat fogod érzelmeidet, vagy érzéseidet fogod felerősítve visszakapni.